Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr. A temetőkről és temetkezésekről szóló 99 évi 43. törvény módosításáról szóló tervezetet áttekintettük. Lehet más a politika frakciójának álláspontja. Elsőre az volt, hogy a kezdeményezések alapvetően támogathatóak, amelyek ebben megfogalmazásra kerültek. Nyilvánvalóan felmerült bennünk kérdésként az, hogy miért képviselő indítványként jött ez be, hiszen kíváncsiak lettünk volna Soltész Miklós KDNP-s államtitkár úr véleményére is, akihez alapvetően ugye az összes többi egyházi felekezet tartozik, illetve az összes többit ugye azért mondtam így, mert nem derül ki szövegszerűen, sehol nem jelenik meg a jogszabályban, de az a fogalmazás, hogy az indítvány célja, hogy lehetővé tegye a vallási közösség vallási szokásainak figyelembevételét a temetőkkel összefüggő egyes jogok, kötelezettségek és feladatok végrehajtása során. Ezekből nyilvánvalóan ugye arra következtettünk, hogy elhagyott vidéki zsidó temetőkről is jelentőségben szó esett, amelyek sajnos nagyon elhanyagolt állapotba kerültek az elmúlt évtizedekben. Amennyire a jogszabályt értelmezni tudtuk, mind a három lényeges szakasza olyat, amiben támogatási elemeket, vagy támogatható elemeket találtunk. Első részben úgy rendelkezik, hogy a temető a vallási közösség tulajdonában van, a temető beépítése szabályainak a helyi építési szabályzatban történő meghatározásánál az önkormányzat képviselőtestülete köteles kikérni a temető tulajdonos vallási közösség véleményét. Úgy gondoljuk, hogy ez mindenképpen helyes és támogatandó cél, ezért ezt az indítványt fogjuk tudni támogatni, és ez ellen nem lesz kifogásunk. A második ilyen javaslatként, amit mi észleltünk, az létrehoz egy új kategóriát, a több mint 50 éve nem használt, illetve ennyi ideje lezárt temetőkre vonatkozóan. Ezeknél a temetőknél jelentősen enyhít az előírásokon. Nem kell annyi létesítménynek lennie, mint működő temetőkben, és a nyilvántartások vezetésének szabályai is könnyebbek lesznek. A temetőszabályzat tartalmi kritérium és enyhébbre veszi a javaslat, ezeket szintén támogathatónak és életszerűnek tartjuk, hogy ezek megvalósuljanak. A harmadik részben, amiket vizsgáltunk, az gyakorlatilag ezekben az új kategóriákban tartozó régen vallási közösség tulajdonában vagy kezelésében lévő területek, és ma ilyen temetőkben vallási közösség saját szabályai tiltják már a temető megszüntetését. Megváltási díj nélkül korlátlan időre a vallási közösség rendelkezhessen azok a halottak sírjai fölött, akiknél már senkiük nem él vagy nem lehető fel. Összességében úgy éreztük, hogy a képviselő indítvány alapvetően támogatható, és a lehetmányos politika tudja ezt szavazatával segíteni. Egy valamiben viszont kormánypárti képviselőtársaim és a két indítványtevőnek a figyelmét szeretném felhívni, ha nem vették ezt tolakodásnak. Nemrég volt szerencsém és alkalmam részt venni Kürös Ladányban egy Wenckheim kriptának a felújítása során, ami felemelő érzés volt, hiszen magának a családnak a Békés megyei korábbi birtokai és a hatása, építészeti öröksége eléggé meghatározó, és ebből adott nagyon örömre szolgált, hogy erre hivatott rendelkezési illetékességgel bíró örökségintézet ezzel foglalkozik és forrásokat szán. Viszont ezen örömöm mellett viszont meg kellett, hogy állapítsam, hogy nagyon sok olyan más egyéb nem országos jelentőségű politikus esetében, akik meghatározóak voltak az elmúlt évtizedekben, ugyanazok a folyamatok, amelyeket részben a indítvány is előterjeszt, viszont beindultak. Hogy mondjak konkrét példát, hogyha nem baj, hogy szűkebb hazámból, a nagykunságból veszem ezeket. Ugye a nagykunság megváltása során, a Mária Terézia által készített redemció folyamata során a redemptus ősök, akik hozzájárultak a nyászkunság megváltásához, gyakorlatilag település alapítóként hosszú évtizedeken, vagy hát más évszázadon keresztül voltak befolyásos szereplői a közéletnek. A legtöbb kunsági temetőben ezeknek a családoknak nagy családi kripták jöttek létre, amelyek önmagukban is építészeti emlékek és értékek, viszont miután ezek jelenleg is aktív temetőkben vannak, és a családnak lenne kötelessége gondoskodni róla, ami teljes mértékben elmaradt, hiszen részben a 20. század politikai viharai közepette ezeknek a kisnemesi vagy jómódú családoknak a jelentős része elszármazott ezekről a vidékekről, ma már jelentős részben az összeomlás és a teljes leromlás határán vannak. És azt megköszönném a kormánypárt részéről, ha ezen viszonylag támogatható és nemes törekvések mellett arra megpróbálnának energiát és akár forrás lehetőségét biztosítani, hogy az önkormányzatoknak megnyíljon a lehetősége arra, hogy a település helyi jelentőségű, települési szintű vagy térségi szintű temetőkkel kapcsolatos örökségünk ápolására legyen módjuk, forrásuk és akár feladatuk is legyen ez. Nyilvánvalóan ez nem csak
azért, mert hogyha tiszteletben tartjuk rég elhunytaknak a temetkezési szokásait, vallásait tiszteletben tartjuk, és van arra forrás, hogy a kiemelt magyar közeleti személyek, politikusok esetében a kormányzat fordítson forrásokat a építészeti és kulturális örökség megőrzésére, akkor bizony nagyon jó lenne, hogyha menjen a lehetőség arra is, hogy a rettenetesen szegény sorban lévő önkormányzatok, ahol helyi iparűzési adóból nincs érdemi bevétel, és nincs meg az a lehetősége, hogy a alapfeladataivel finanszírozása mellett ilyen közfeladatokat felvállaljon, hogyha ezek tekintetében lenne arra mód, hogy ösztönözve legyenek az önkormányzatok azzal, hogy akár helyi jelentőségű műemlékként, akár más lehetőségként erre támogatást és segítséget kapjanak. Ezt örömmel venném az előterjesztők részéről, hogyha ilyen jellegű indítvánnyal a jövőben tudnának foglalkozni. Az indítványt támogathatónak ítéljük. Köszönöm szépen, Szoltán úr, köszönöm, Antti Terhúr.